Puszika vagyok, morgen, hajnal 3 óra, indul a road movie. 500 méter után volt az első kényszer pihenő, amikor is az a csúfság történt, hogy hát rajta volt az aksi töltő a kocsin, levettem, elindultam, és nem zártam le a géptetőt, úgyhogy a géptető az most itt van, a földön. Édes anyám picsáját, hogy lett ennyire hülye, na mindegy. Ez meg itt a kocsi, amin nincsen géptető. Ugye bekapcsolom a lámpát. A másik telefonon. Na hát, ez itt a kocsi. Itt egy picit a sárvédőt felhajtotta. És az a kemény, hogy a szélvédőnek semmi baja. A tetőnek semmi baja. Tehát ezek, amik itt láttak, ezek a karcok, ezek lejönnek kézzel. Ezt nem is tudom, hogy csináltam, mert ilyenkor az alap az, hogy beszokott törni a szélvédő. Na most van egy sárvédő, meg a tetejét kell lakatolni. A B-oszlopnak az alját. Egy másikét. Meg van egy géptető nélkül is rokkunk, ezzel az így nem lehet elindulni. Úgyhogy most még azt sem tudjuk, mivel indulunk el. Hogy lett ennyire hülye? Reggel 7 óra 10 perc van. A gyerek felébredt közbe, lenyúltam róla a régi Audimat. Ez itt a Sirocco. Hát jó nagy marha vagyok, de hát ez már ilyen, megtörtént a baj. Ugye itt láttatok az áloszlopnak a töve, az így fél egy picit hajtva. Majd keresünk egy lakatost, ami nem látszott éjjel, hogy ott lett rajta egy kis fénytörés a tetőn. De ezt majd a harpalás javító kijavítja. Ilyenkor, ami szokott történni egy autóval, az, hogy így beüti a szélvédőt, meg a tetőt a géptető. Állati nagy szerencsénk volt, hogy ez nem történt meg. Ennyi kár történt, kell egy géptető. Meg ott a harpásvét a picit meg fogja simogatni a tetejét, de igazából kész. Hát ami szopó, az a 4,5 óra, most még felveszem a gerőt. 4,5 óra hátrány. Az nagyon-nagyon sok, amikor már kim vagy. Most van ugye 7 óra 10. Úgy volt, hogy 9 órára vagyunk az első címen, de hát sehol nem vagyunk még attól. Megérkeztünk az első címre, ez egy Mercedes szalon, egy Junges Ternel, olyan, mint a Yaris Wagen, meg a BMW Premium Selection, csak ez Mercedes. Így hívják ezt a dolgot. Ez egy E450-es Mercedes. Hát itt rendben van minden. Gyönyörű az autó. Nincsen semmi baja. 19-es kocsi, meg egy Mercedes szalon, úgyhogy körülbelül erre a dologra számítottunk, de azt is kaptuk. A határon egyébként elég komoly ellenőrzés volt az osztrákoknál. Minden ember, aki bejött az országba, annak megnézték az oltását, a QR-kódot leolvasták. Mindegy volt az, hogy ki. A németeknél csak megnézték a személyigazolványt és intettek. Mindegy. Na, ez az autó gyönyörű. Úgyhogy mindjárt megegyezünk itt a fiatalemberrel, de ezt már visszük. Büzgött? Itt vagyunk a következő kocsinál. Ez egy Audi A6. Egy Audi márka kereskedésben vagyunk. 85 000 kilométer van benne, most volt szervizelve októberben 3000-4000 kilométerrel ezelőtt, új féktárcsák, betétek vannak rajta elől. A másik oldalán van egy minimális festékréteg, de ezt mondta is az úriember, hogy elment valami mellett is, meg lett horzsolva, de nincs lecserélve egyik elem se, és nagyon-nagyon vékony réteg festék van rajta. De egyébként meg olyan makulátlan, hogy hát semmi hiba, nem tudunk belekötni, se a belsejébe, se a külsejébe. Nagyon szép az autó, mint egy új.
Hát 500 eurót engedtek, sokat nem engedtek, de mondták, hogy ez a legolcsóbb a neten, úgyhogy ebben ennyi van. Itt vagyunk a következő címen, ez egy Nissan, használt Nissanokat áruló kereskedés. Nagyon nagy a placuk. Ha oda elnézünk, akkor látszik, hogy ott a messzesében mindig ők vannak. Viszont az is látszik, hogy nagyon foghíjasan van pakolva a plac. Ha itt megnézzük, akkor az látszik, hogy ami van, azt meg jó szellősen lakták, hogy jó többnek tűnjön. És itt is ugyanez van. Itt bók leszünk az üres helyeken, meg ott elől is nagyon szellősen van az utcafronton. Meg ott a gerő, ott is nagy lukak vannak, tehát. Meg mondta is az ember, hogy hát ők is azzal a problémával küzdenek, hogy nem tudnak elég autót venni. Futásba fogunk most beszélni. Itt van ez a Nissan Leaf, 100%-os aksival. Gyári fénnyel, ez a fullos, legextrásabb, ugyanaz a, ugye ez a Nissan Márka szerviznek egy másik telephelyén vagyunk. De az értékes ide már vár bennünket, mert megyünk vissza, úgyhogy már csak meg kell vívni. A Nissan Leafnél ott tartottunk, hogy 90 eurót akart adni, hogy engedni az ember az árba, de mindezt úgy, mintha a Kohinoor gyémántot nyújtaná át nekem örökre. És elkezdtem egy kicsit tapogatózni. Hát mondom, akkor köszönjük szépen, nem kérjük. Elindultam kifelé. És akkor visszajött, hogy hát mennyit adnék érte, akkor bemondtam egy 1000-essel kevesebbet, a végén megegyeztünk 500-ba. Úgyhogy 500 eurót sikerült még alkudni, most megjöttünk már a következő címünkhez, körülbelül mennyi, 3-5 kilométerre vagyunk, valami ilyesmi. Van egy kis szoba, nagyon-nagyon értenek a németek. Már ilyen ott látszik, a tévében tükröződ, de hasonlatjában vagy. De kavalkád, az van, nagyon megy a lakberendezés. Mutatom, horgolt válfák. Jó, de egy öreg néni fogod ott hálunk be. Igen, egy öreg néninél lakunk. Annyi ideje volt, hogy még ezeket a válfákat meghorgolta. Van rajta ilyen kis virág is. Képek a falon, olyan kuszaság, ez hogyan ide stílusba, de... Megint a tükör ott a körül a sokatjába. Tehát ez a tükör, ez is brutál. Fönt Lambéria, ott van egy zöld fal, ott van egy rózsaszín, ott megint van egy zöld fal. Egy Tiffany lámpával, tehát hajópadló Tiffany lámpával, nem tudom, hogy van-e távolabbi dolog, mégis barokkot hozzá lehet tenni ez a... Szegény azért. Iszonyat. Nyersfa, majdnem nyersfa, van egy ilyen izé. A hűtőgép. Jó, de hát az is, hogy néz ki. A csípkéterítő, alatta van a Covid-en szabályzat, nájlonnal, hogy a parasztok ne cseszék össze. Ott van palacsinta, Geri anyukája küldte. Köszönjük szépen, csókolom. Hozzá ez a bútor, félelmetes. Az összes ilyen helyen, hát tükrök, ez a képkeret, tehát ez akkora kuszaság, mint valami hihetetlen. Hoppá, vigyáztam, halaskák vannak ott. Nem hoztuk orjátbotot. Azt hiszem. Félelmetes. Tehát ez a design kavalkád. Na, a belsőépítész barátomnak át is küldöm a videót, hogy nézze meg ezt a csodát, mert nem lehet vele betelni. A németeknél nagyon sokszor találkoztam az ilyen szállodákban azzal, hogy ez itt nagyon adja. Azzal, hogy olyan, mintha, mint annak idején, 80-as években
amikor otthon találtak valamit, hát jó lesz a kis házba, a weekend házba. És akkor így kiviszik. És akkor ott van. Oda majd jó lesz. Hát ez is valami ilyesmi. Na mindegy, az a lényeg, hogy az új, hogy a reggeli címünk az nagyon közel van. 8 órakor ott kezdünk, és az egy nagyon jó kocsi lesz. Tényleg nagyon jó. Már láttuk sötétbe. Annyit mondok, hogy sárga. A néninél, ahol lakunk, kaptunk egy ilyen reggeli asztalt. Általában nem ez szokott lenni, hanem az ilyen helyeken, ahol a Covid miatt előre ki van készítve a reggeli. Ott kapunk valami zsömlét, valami minimális mennyiségű felvágottat, mert itt ilyen gyümölcsaláta van, meg lazac. A néni nagyon szeret horgolni, az látszik. Van egy ilyen kis kabáta lágtojásnak, hogy kinné hűljön. Még nagyon kedves a néni. A müzlin van egy ilyen, hát én nem is tudom, minek nevezzem ezt. Kupak. Magamtól ezt nem választottam volna, de itt ez van. Úgyhogy egész komoly kis reggeli frittyentet ide a néni. Mondta, hogy bármi kell, akkor szóljunk. Ahogy itt reggeliztünk, vannak mindenféle oklevelek a falon. Kiszúrtam, hogy van egy 100 éves, 90 éves, 75 éves, és az ott a 120 éves oklevelük, hogy azóta foglalkoznak vendéglátással, és a 120 éves az 2003-ban volt. Nagyon kemény, hát azóta eltett 19 év, majd 139 éves ez a csárda. Ez a család valószínűleg mindent tud már a vendéglátásról. Pálinkás, jó reggelt mindenkinek, itt a sárga autó, amit ígértem. Egy Porsche Cayman 2013-ból. Mindjárt kiáll vele itt az úriember. Jó, hogy nyári gumival azért nehéz. És letakarítjuk róla a havat. Na, hát sikerült letakarítani az autót teljesen, körben. Egy karcolás nincs a kocsin. Hát olyan, amilyen állapotot az ember elvár egy ilyen autótól. Gyári fény van itt a körbe. Teljesen tökéletes állapotban van. Gyönyörűen szó, semmi baja. A belső olyan, mint a vadonatúj. Semmi kopás sincs rajta. Nem tudom, hogy csinálták, van benne 66 000, de nagyon szép az autó. Hát ott van egy GT3 a távolba, és amerre nézünk, mindenhol Porsche van. Hát az a csarnok hátul, az szintén Porsche-val van tele, és van benne egy ilyen 15 darab. Meg itt a mellette lévő csarnokokban is van ott két darab Caravella, vagy California, amit a múltkor vettünk. Az a lakóautó, hát itt egy egyem. Az ember tudja, hogy mi a jó. Jóval kereskedik. Belekötni nem nagyon tudunk az autóba, úgyhogy nem tudom, mire fogunk alkudni, de megpróbáljuk. Hát, így néz ki az új embernek a csárdája belülről. Kérdeztem, hogy csak Porsche? Hát azt mondja, csak. Ő ezt szereti. Itt egy Cayman GTS, ott egy GT4, azt nagyon sunáznám. Jó, ezt nagyon vinném. Ezt nagyon jó. Hopp, be van törve a szélvédő. Vagy mi ez? Ja nem. Fűtéscsík, vagy antenna, van miért. Na, ezt nagyon kérném. És akkor itt a mi kis büszkénk. Sok embernek nincsen meg egyébként, de több egybehangzó vélemény szerint a Cayman az jobb, mint a 911-es. Állítólag pályán ügyesebb. Egyszer mondjuk kipróbálnám.
Na, beírtad már a címet? Yes. Remélem, most nem eszik. Remélem, jó címet írtam be. Vagy írtam be nem úgy, mint tegnap. Egyes kolléga itt, ugye? Jó, ja, de ez nem az én hibám volt a navigáció. Ja, persze. Elkezdtem beütni tegnap este egy címet, és beütöttem három karaktert, és amikor nincs olyan... mi az Isten? Irányítószám, na. Irányítószám. Egyből föl is dobta a várost, beütöttem az utcát, és megtaláltam, hát 20 km-rel arrébb itt. Jó, utána... ezt nem lehet megmagyarázni amúgy. Ezt nem lehet. Na, mesélj. Nem lehet megmagyarázni, elbasztad és kész. Jó, mindegy. Hibáztál. Elbasztam, mint a géttetőt. Na. Ott már rá még. Az űrge, az... Hát... Barátságosnak nem mondanám, amikor elkezdtük az egész tranzakciót. Úgy ránk nézett, és na, eljöttek ezek a buzi kelet-európaiak Porsét nézni. Aztán, amikor elkezdtünk az árról tárgyalni, akkor a csávó azonnal stílust váltott. Látta, hogy akkor lehet, hogy tényleg megveszik a Porsét. Ide jöttek az 1500 vagy 2000, mondjuk most már lehet, hogy 3000 euró ez a A3, mert ennek is itt felment az ára, de hát ide jöttünk egy öreg szarra, és nézegetnek sok 10 000 euróért egy Kájmánt, az biztosan bohócok turisták. Aztán megvettük. Egy 1000-es sikerült lealkudni belőle az autó makulátlan. Utána már tök kedves volt, mikor már pénzről kezdtünk beszélgetni. Addig csak azt mondja, bohócok Kelet-Európában. Gerő vezet. Hölgyeim és uraim, az izgalom a tetőfokára hág. Honda Jazz. Ilyet mi sose láttunk. 2009. Gyári fény. 8 kerék. Van téli gumi rajta. Hát majdnem új hangú gumik vannak rajta. Igazából szinte hibátlen az autó. Ott, ha lenézünk, akkor látható, itt egy ilyen nagyon minimális horzsolás, ez tudja, hogy kijön polírra. Itt van egy másik is. Ha belenézünk, akkor az látszik, hogy ott van benne egy pici kis horpi. De az horpásjavító kihúzza makulátlanra. Alukerék hátul. Azon Michelin gumi van, még használható. Csavarok, gyönyörű a belső. Egy porszívódás kell neki, de igazából semmi. A gumi az félelmetes. És ami a lényeg, mindjárt mutatom. A klíma az olyan, hogy lefagyott nekem. 38 ezer kilométer van a kocsiba. Ezt a klímát felveszem, mert semmi nem indokolja. Az, hogy az alacsony fordulaton mennyi, fokozaton mennyi a hőmérsékleten. 38 ezer kilométer volt. TÜV-papír, meg amit akartok. Szervizkönyv, minden van. Érted? 12,5 éves a kocsi, és van benne 38 ezer. Azért a brutális parkolás sérülésemből alkudunk valamit, meglátjuk, mit engednek belőle, de hát ezt nem szabadít hagyni. Hátul új fékek vannak. Új műszaki van rajta, sikerült megegyezni az árba, 500 eurót engedtek még a kocsiból, annyi meg el kell vinni, tök hibátlan. A következő autónk egy ilyen kvázi szalomban van, használt autó, de szalom. Oroszok mellettünk bőszen nézik a BMW X-eket, a mindenféle X-eket, és közben vadul fényképeznek. Őket nem akarom felvenni. Mind ugyanúgy van felöltözve. Ez egy... És ugyanúgy néz ki a fizimiskájuk, de még fejre is nagyon hasonlítanak. Ez egy S-Line Audi Q5. Körbenéztük. Ez a két sárvédő, illetve ajtó van sérülve, vagy volt, ki van javítva. Itt van egy ilyen
kisebb gitfalt, itt a sárvéri íven, itt van ilyen 600-500 mikron környéke, itt a gittelésnél itt van egy ilyen 600-700, egy helyen találtunk 1 mm gittet. Egyébként gyönyörű az autó kívül belül, gumik jók, felnék jók, minden működik benne. Van még egy másik ugyanilyen autónk az útvonalon, az útvonal betéve, azt kérte az ügyfél, hogy nézzük meg azt is. Úgyhogy most ez egyelőre itt maradt, az autó egyébként nagyon szép. Teljesen normális, hogy bele megvan a komplett szerviz történet, 100.000 kilométer van benne. Ezt most itt hagyjuk, megyünk tovább. Ismét megtapasztaltuk a normál legjobb Rauspuren gumiszabály, vagy tágan értelmezhető szavaknak a fogalmát, ami ugye ott van meghúzva, ott van egy horpadás, ott van az ajtóban egy horpi. Most ez nem egy nice story-t, mert ki lehet húzgálni. Lámpa le van mattulva egy picit, meg kell polírozni. Szervizként egyébként vezetve van. Hondába végig. Itt egy picit a lökhárító meg van gyalázva. Csak az a probléma, hogy ott meg rohad a sárvédő. De úgy rendesen. Tehát ma úgy jön föl, itt szépen felfordul a ragya. Meg ki van nyílva belül a lemez, az látszik. Úgyhogy nem ezért a kocsi jöttünk, nagy kár, 130.000 van benne. Igazából nem gyalázott a kocsi, de megszokhattátok a road movie-ba, hogy nem ezt a minőséget keressük. Szép a belső, sárvédőt meg kell javítani, meg jó az, meg lehet ezt csinálni szépre is. De nem ezért jöttünk, hanem az olyan minőségre, ami otthon nem nagyon van, vagy kevés. Ja, elfelejtettem megmutatni. Ki van vágva az ülés. Megyünk a francba. A következő autónk egy Yaris. Ugye ez, amiről a múltkor kitöröltette a videót az Effendi. Tök szép a kocsi, itt a hátsó sárvédő íven volt egy parkolási sérülés, azt ki lehetett mérni, de az ajtón már semmi, tehát itt nagyon vékonyan meg lehet horzsolva, és itt van egy picikével vastagabb festékréteg, meg a jobb első sárvédőn van egy nagyon kicsi, de az tényleg csak egy ilyen nagyon vékony réteg festék, egyébként nagyon patent a kis autó, 69.000 km van benne, Toyotában végvezetett könyvvel, semmi baja. Tök szép. Szép a belseje, szép a külseje. Valaki írta, vagy mondta, írta kommentbe, hogy megnézzük itt a karcokat, meg horpadásokat, meg mit tudom én. De hogy mit nézzünk meg? Hát alá szoktunk feltrengeni, meg mit tudom én. Meg kinyitjuk a motorteret, meg megnézzünk mindent, amit tudunk. De igazából van annyi rutinunk már. Több ezer darab autót megvettem, hogy így jelekből tudok következtetni, meg a Gerő is tud következtetni, mert még a szakma is autószerelő. Tehát láttunk már kocsit közelről. Meg ki is szoktuk próbálni, hogyha olyan. Van a németeknek egy olyan szokása, hogy megkérdezem, hogy van-e az autóz másik gerékgarnitúra, és Pablo reflexzel rávágja, hogy nincs, ez egy Ford márka szerviz egyébként. Mondom, figyelj, mert benne vannak a csavarok a csomagtartóban. Ja, akkor megnézem. Kiderült, hogy van. De zsigerből mindegyik azt mondja, hogy nem. Ez pedig itt egy Mazda CX-30. Hát nagyon nagy titok nincs a kocsiban, van benne 17.000 km. Tele minden extrával, 360 fokos kamerától kezdve minden benne van. Hűt-fűt zenél, világít. Gyönyörű az autó. Sok néznivaló nincs, mondta, hogy unfallfrei, gyári fény minden, de azért csak kiderült, amikor rámértünk, hogy itt van egy parkolási sérülés, és itt van egy 1,2 mm-es gitéteg,
De itt volt csak egy nagyon pici kis valami horzsolás lehetett, mert följebb már er minden tiszta gyári. Ott beleszisszentek egy foltba, de egyébként jó a kocsi, teljesen gyönyörű, hát új. Egy ezrest engedtek. Ami autóházaknál nem annyira szokás. Na, mi volt azon tüdőszűröm? Mi volt a motorást a tőle? Ez a tüdőszűrő. Ja. Tüdőszűrő. Ja, elmentem tüdőszűrősre. Beadtam a papírokat, szólítottak, mondták, hogy Gerőfi Gábor, bemegyek, veszem le a pólom, mondja ott, aki csinálja a felvételt, maga, aki mindig eszik. És akkor nem esett le, hogy mindig eszem. Mondom, ezt honnan tudja, hogy én mindig eszem. És akkor mondom, én mondom, soha nem eszek. Szoktam én nézni a videókat. És akkor esett le, hogy ó, kopasz! Rajtad ragadt. És akkor mondom neki, ja tényleg, igaz. Á, mondom, sosem. Úgy nézek én ki, mint aki eszik? Nem, azt mondja, nem. Amúgy nézed meg a szemét, Gerőn, semmi haza nincsen. Úgyhogy ennyi volt a tüdőszűrésem. Köszi, kopasz. És hogy volt az indulás? Meséld el, légy szíves. Az indulás az úgy volt, hogy 3:00 szoktunk indulni általában. 2:30-ra arányít az óra. 2:30-kor fölkeltem, de hát agyonvertek. Nem így kész voltam, az asszony lögdösött, hogy menj már ki az ágyból, mert visszaalszol. Akkor lementem a nappaliba, leültem, mint az iszap, így megültem. Ránéz az óra, azt a kurva már 40 van, mindjárt kell, mert 3:00 Gerőnél kell lennem, nem szeretek elkésni. Gyorsan nagy kapkodás, elkezdtem beszórni a cuccokat. Géptetőn még benn volt az aksi töltő. És így kiskaptam gyorsan, kirántottam mindjárt a motorházhető kitámasztó pálcát. Lebasztam, jól lehajtottam a géptetőt, hogy majd mindjárt megyek érte. Majd vigyel vissza, de közben hánytam be a cuccokat, minden, nézem az órát. Meg már 3:00 elmúlt, minden, elkések, jó. Kapu, minden, beülök az autóba, megyek. Harmadikból már gyorsítok, kapcsolom egyébként, és a kurva életben, ez a géptető volt, szar megállt benne, a rohadt tényleg, elmondom, kurva anyám, akkor ilyen hülye van, meg nem csuktam le a géptetőt. Jaj, de kemény. És akkor utána felhívtam a Gerőt, hogy már nem kések, mert elhagytam a géptetőt. Ez a hülye, hogy elkezd röhögni. Kérdezem tőle, mondom, milyen géptető? Mondom, milyen géptetőt? Nem érted, elhagytam a géptetőt. Ja, mondom, értem, de mondom, milyen géptetőt? Hát nem motoráztatőt, bazd meg. Itt keresem az út szélén. Aztán visszamentem, megyek visszafele, nem találom. Akkor megint ugyanabban az irányba, hogy elindultam, nem találom. Akkor nézem, hogy pont így irányba. Pont így lapján nekem ott figyel a géptető, hát nem igaz, az nekem hagytam a géptetőt. Lehetettük, most itt vészilag, bemegyek az árokba, nézem, de nem, ez nem lesz visszalakoma, tehát az ki, semmi esélye. Így meg volt harmadva, akkor betettem szépen az árokba, lábbal szakmailag kilakatoltam, hogy valami olyasmi forma legyen, mint amilyen volt. És akkor visszaraktam a motorházra, úgy, hát ahogy állna, és az elején az a kis pöcök, amit beakad, azt meg így beraktam a helyére, és akkor még pozícióban tartott, és kettesben hazalapakodtam. Közben a Gerővel tartottunk egy szeánszot, hogy mivel menjünk ki. Jó, akkor a Prius-on kell a fiúknak a telepem, valami nekik is kell. Meg abban van 450, hát ezt megküldjük itt 150, nem itt tudom én mennyire szereti 4000 kilométeren keresztül. Akkor utána menjünk ki az avartal. Nem jó, mert nem lehet bezárni, mert a zárjában egy ilyen kis műanyag pöcök hiányzik, és nem lehet bezárni. Akkor a Gerő, hogy neki van egy Citroen-je, egy C4-es ilyen kupé teherautó, hogy azzal kimegyünk. De kiderül, hogy az se jó, mert ott valami porlasztóban föllazul, vagy nem tudom, valami ilyesmi. A BMW-nél leszakadt a kipufogója. Amúgy autószerelő, tehát mondanám. És akkor
úgy döntöttünk, eszembe jutott, hogy a gyereknek odaadtam az Audit, az E3-ast, az Ákosnak, és akkor hát nem keltem föl, tudom, volt már fél négy, akkor nem kezdem el csörgetni a gyereket, hogy figyelj, gyerek, kell a kocsi, de hanem írtam egy üzenetet, hogy ha föl kell, akkor hívjon föl, és akkor 6-kor fölhívott a gyerek, mondtam, hogy kell a kocsi, és akkor ott voltam fél hétre, bepakoltam, hát fél 8-kor indultunk el. Azóta szívja a véremet, hogy elhagytam a gépet, szerintem ez rajtam marad. Jó, Istenem. Ennyi. Hát ennyi. Ja, most volt az úton, volt egy Suzuki, felhívtuk a madarat, mondta, hogy rosszul hal, hívjam vissza. Visszahívom, mondja, hogy hívjam később. Mondom, figyelj, ez meg ezt szeretném, meg szeretnénk nézni egy autót, ott vagyunk fél öt, már rányomta. Írtam neki SMS-t, azóta nem válaszolt. Volt egy Yaris, az hívtuk, ki volt kapcsolva, magánszemély természetesen, hagytunk SMS-t, nem válaszolt. Volt egy Golf 7-es, amit fölhívtunk, azért Volkswagen már a kereskedés volt, mondták, hogy ja, hát az autó az nem itt van, és Stuttgartnál voltunk akkor. Nem itt van, hanem Braunschweigba, na most így, mint én 400 km, biztos van szerintem különbség. És ez egy leasinges autó, és hogyha kell a kocsi, akkor ide hozzák. Köszcsoki, sokat segítettél. Akkor volt az Insight-ot, ugye ott hagytuk, volt még egy Insight. Ott nem vette föl se a vonalast, se a mobilt, az kereskedő volt, aztán mikor már éjszakra megyünk, most itt Frankfurt környékén vagyunk valahol, bárna tudja hol, akkor még már régen késő volt, tehát akkor visszafele kellett volna már mennünk, úgyhogy itt tartunk most. Az a 4,5 óra csúszás, amit sikerült a hülyének összehozni, aki elhagyta a gépet, nagyon hiányzik, tehát most ott vagyunk, ahol a másik napon szoktunk lenni reggel. Most másnap este van. Az egy nap hiányzik szinte. Szépen összeadottak a kicsi késések. Hát mindig azért vettünk autót, de hát nem ennyit akartunk. Majd holnap. Holnap kezdünk egy nagyon izgalmas autóval. Olyat még nem láttatok. Igazi kuriózú. Ígértem nektek egy nagyon érdekes autót. Ez lenne az. Semmi baja nincs a kocsinak. 150 vagy valami ilyesmi van benne. Nem árulja drágán a srác. Nem is értem, hogy miért árulja ennyiért, mint amennyire árulja. Nincs semmi baja. Gyári fény körbe, karcolás nincs a kocsin. Vezetett könyvvel. Valami zörög a motortérben, valami apróság. De ezt nem is rendelésre veszem. Normális a bele. Nem kell csinálni vele semmit. Nem tudom, hogy miért árulja ennyire, minden esetre nekem jó lesz. Beszélgettünk még a sráccal, mondta, hogy ő emlékszik rám, hogy vettem már nála autót, mondom, hogy simán lehetséges. Azért egy-két autót vettem már Németországban. Beszélgettünk, és mondta, hogy ez az első számlája idén, nem adott még el kocsit. Január 20... Mi van ma? 7? Január 27, mondta, idén nem adott el még kocsit. Az irodája az félig be van fejezve, egy lengyel fickó gipszkartonozta. Gipszkartonok megvannak és az élek el van egy dolga, aztán mondta, hogy októberben megcsinálta ezt neki a lengyel srác. Hívogatja, hogy mikor jön befejezni a munkát, és mondja, hogy hát ez túl kicsi munka, majd ha lesz több munkája, akkor jön. Mondja, hogy Németországban nem lehet semmit megcsináltatni, mert az államtól kapnak a munkaadók pénzt, és nincsenek rászorulva arra, hogy dolgozzanak a németek. Azt mondja, hogy ő maga takarítja az autóit, ő megy az okmányirodába, ő megy mindenhova. 50 euró volt régen egy kozmetika, most azt mondja, ilyen 2-3 autót csinálnak meg havonta, mert
kapnak a Covid miatt segélyt az államtól, és minek dolgozzanak, teljes munkaidővel fizetik őket, megkapják a teljes pénzüket, és ez ilyen fél munkaidővel dolgoznak a németek, ez ugye katasztrófa, az egész tiszta vicc, úgyhogy a túlzott állami segítség ezek szerint kontraproduktív is lehet. Hát mondtam, hogy nálunk senki nem segít senkinek, itt mindenkinek muszáj dolgozni, mondta, hogy hát ez a normális. Mindegy, az autó jó, ennek örülünk, most megyünk a következő autóra, az már tényleg egy értékesebb kocsi lesz. Itt vagyunk a pompában, ez a harmadik emelete egy Audi szalonnak. Ott vannak a használt autók. Meg egy R8. Az a második emelet. Elég menő az ember, de az az érdekes, hogy itt vannak a munkállomások, és üres mind. Itt senki nem ül. Óne termin nélkül vagyunk, nem kértünk szent termint, de fölhívtam egy olyan bő órája a kereskedőt, az értékesítőt, mondtam, mit szeretnék, melyik autót, és mondta, hogy persze, menjünk, de hogy az értékesítők meg a kollégák, mondta, figyelj, kulcsot adjatok, aztán mi el vagyunk, mert kereskedők vagyunk. Jó, akkor majd kikísér a kolléga az autóhoz, mert ki kell kísérjen, és akkor utána már úgyis otthagy bennünket, aztán nézelődjünk nyugodtan. Most szerintem egy 20 perce várunk a kollégára, hogy előkerüljön, mert nem talál. Egy telefont megeresztette, de senki nem foglalkozik velünk, itt vagyunk ebben az üres placon. Most itt gőzgat. Senki. De se szarja a fejünket, úgyhogy majd valami lesz. 30 perc telt el, sikerült kulcsot kapnunk végre. De mondtam az egyik értékesítő, a harmadik embert kaptam el az értékesítők közül, aki mondta, hogy hát ő nem velem beszélt, ő nem tud segíteni. Aztán nem mentem arra, hogy néztem rá, hogy akkor jó, most akkor mi legyen. És aztán végül nagy kegyesen odaadta, illetve megmutatta az autót, vagy kulcsot nem hagyta itt. Mondom, ezt nézzük már meg, hogy mégis mi van, jó, akkor gyújtásra teszi nekem az autót, és elment. Ha azt mondom, hogy kedves volt, akkor az nem fedni az igazság, valóságot. Az van, hogy nyilván akcentussal beszélek németül, nyilván nem tökéletesen, de azért mindent értek, meg mindent el tudok magyarázni, és hát van némi kis megvetés azért általában ezeknek az embereknek a viselkedésében egy ilyen puccos márka szervizben, vagy ilyen szalomban. Nagyon szépen köszönöm neki. Mindegy, hagyjuk is, nem ez a lényeg. Ehhez már hozzá vagyunk szokva, hogy lenéznek bennünket, mert a Balkánról jöttünk. Mondjuk van is némi alapjuk erre. Ez egy Audi A655 TFSI. Minden földi jóval gyönyörű az autó. Gerő, mi a szakvélemény? Szép. Bővebben. Szép a gépjármű. Ez volt Gerőnek a bővebb véleménye. Egyébként tényleg olyan, mint az új. Jó, 30 ezer van benne, az a kabát az enyém, mert rohadt meleg van itt. Semmi, egy karcolás nincs a kocsin. Ó, de ott van valami, ott van. Megtaláltam a hibát, Gerő. Láttam én is. Szakmailag nem vette észre. Ott a hiba. Ott rá van javítva ecsettel, vagy nem? Ja nem ecset ez. Csak meg van húz egy picit. Hát azt találtuk rajta. De egy kicsi por lesz rajta, az már nem látszik. Hát tud mindent. Lopszop, tyúk szemet vág, hónap végén kölcsön ad. Hát az így, ha megnézzük a három német prémiót, Audi, BMW, Mercedes, azért én Audit vennék. Nem tudom, nekem ez a formaterv tetszik a legjobban, meg ez a belső. Nyilván ezek ugye érzelmekre hatnak, ezek a dolgok, de ez akkor is rohadt jól néz ki. Még van itt sokkal szebb autó ennél, majd mutatom azt is.
visszamentünk az értékesítőhöz, és nem volt ott az asztalánál, ott vártunk, jött vissza, és sikerült úgy leülnie, hogy ránk se nézett, hogy az egész viselkedéséből sütött a megvetés, és jó, hát rinocér ez bőven a pofámon, tehát pont nem hat meg, és autót venni jöttem, nem akarok vele összeköltözni, bunkó, hát kit érdekel. Ott álltunk a Gerivel a percek óta, néztünk a fejébe, és én pár perc után megszólalt, hogy Zó? Anyád, hülye. Na mindegy, megvettük az autót, iszonyatosan kedves volt az ember, mintha seggébe töltöttem volna a telet. Itt van mellette ez, vagy mellettünk. Hát azért ez jó néz ki. Ez elég főnök. És itt van mellette ez. Ez is elég főnök. Meglátta a gyerek a képstabilizátort a kezembe. Mi ez? Mi ez? Mondom, YouTube channel. Mutassam meg, és elkezdte nézegetni, alig bírtam lerázni. Most már haladjunk. Már megvettük. Ugye ez megint egy Q5 gyári fény, 80 ezer kilométer, 13-as a kocsi, 2013-as, végigütött könyvvel, nem 30 ezerenként, hanem 15 ezerenként, már becsuttuk az autót, rohannunk el. Szép a kocsi, igazából még karc sincs rajta, makulátlan. Jószor időnk van, hideg van, fúj a szél, és elkezdett szemerkélni az eső, nem tudom mennyire látszik, hogy szemetel vagy nem szemetel az eső. Itt a következő kocsi, ilyet még nem vettünk soha. Ez egy T6-os Volkswagen, 2 liter CRTDI, a DB, az oldalán ez a Deutsche Bahn jelenti, az a német vasutak. Az övék volt a kocsi, ami a lényeg ebben, hogy ez egy 4-kerékhajtásos autó, illetve be van rendezve egy ilyen műhely kocsinak. Normális az autó, teljesen vezetve van a szervizkönyve, egy takarítást elbírna. Én azt nem is értem egyébként, de teherautó kereskedésemnél szinte kizárólag csak koszos autó van, senki nem erőlködik azon, hogy ki legyen takarítva az autója. Nem tudom, hogy ez miért jó, miért nem jó, mert nekem voltak teherautóim, akkor elvittem kozmetikába, ugyanúgy, hogy kitakarítottam én. Mégse legyen már egy disznól, de egy komoly polcrendszer van benne. Mivel a német vasúté volt, ezért itt van az összes szervizszámla. Karbantartással együtt itt a Wartungliste. A TÜV az most jár le pont januárban, gondolom azért adták el most, és azért nem költöttek már rá. De egy normális autó teljesen, hát koszos az ülése. De amúgy rendben van, gyári fény van itt a körbe. Gumik normálisak. Rendes minta van rajtuk, motor szépen szól. Mindjárt megegyezünk az úrral, de ezt visszük, mert ez egész jó kocsi. Valahol Bielefeld környéken lehetünk, mindig úgy szoktunk aludni, hogy megállunk valahol, ugye 7 óra, fél 8 fele, és akkor a navigációban elkezdem a szállásokat felhívni, hogy hol van szabad szállás. Na, elkezdtem hívogatni, és én első 140 euró, aztán volt 170 euró, és ilyen 100 euró alatt senki nem akart beszélni a környéken, de inkább ilyen 140-150 eurós szállások voltak, hanem ilyen nincsen, ilyen általában ilyen 80-90 euróért szoktunk aludni, és hát addig, amíg ott a környéken nem volt, egy lepattant szálló volt, egy ilyen munkás szálló jellegű, ott nem akartunk aludni, aztán tovább jöttünk egy 20 kilométerre 30, ott megint elkezdtünk telefonálni, és ott már örültünk a 100 eurós szállásnak is, mert egyszerűen nem volt a közebe semmi. Tehát ilyen olyan szépen kimondták a 170 eurókat, hogy rossz volt hallgatni. Hát annyit azért nem. Most egész normális szállásunk van. Nem tudom, mennyit látok ebbe a fénybe. Hoppá. Hát ez a világításunk. De ez egy normális szoba. Az meg ott egy éhes magyar. Na nagyon. Előbb még tök jó idő volt, most meg jó hideg van és nagyon fúj a szél. Ez a következő kocsi, Golf 7,
3 éves az autó, van benne 60 ezer kilométer. Már bezártuk az autót. Gyári fény, karcmentes kocsi, gyönyörű állapotba. Na jó fék, jó gumi. Szép belső. Karcmentes a kocsi. Annyira frissen jött az autó, hogy még le sincs mosva. Még kép sem volt fönt az interneten. És hát volt, lett volna két ilyen golfunk, csak nem bírtuk elérni a tulajt. Nem is három, kettőt megaladtak, mire odaértünk volna. Fölhívtam az értékesítőt, hát még nincsen ez itt fölkészítve az autó, hogy még nincs lemosva, meg kitakarítva van, ne foglalkozz el vele, kereskedők vagyunk, láttunk már koszos autót, vettünk egy pár ezeret, és akkor így megnyugodott. Megmutatta, mondtam neki, hát nézd meg a termin, na figyelj, kell 10 perc nekünk, vagy 15 megnézni egy ilyen kocsit, hogyha ez tényleg olyan volt, ezen olyan sok minden nézni való nincsen, visszük is. Azt a pillanatot szeretem, amikor egy autót megérkezünk, így körbeszaladunk rajta egy nagyjából, egymásra nézünk a Gerivel, és így mind a kettőnkben azzal, hogy azt a kurva. Toyota CHR. 3 éves a kocsi, 21 ezer van benne, ami relatív új, de akkor is. Tehát ezért láttunk, mi már új autót, de ez... meg ilyen keveset futottakat, de ez ilyen egészen extrém állapotban van. Ugye a jobb oldali kerekek, amik a patka mellett vannak, azok vannak mini meghúzva, ezen semmi, de egy kavics felverődést nem találtunk rajta a 3 éves kocsin. Tényleg. Tehát kavics felverődés nincsen, minden műanyag, minden falc, minden... az egész autó olyan, tényleg, mint az új. Semmi hiba nincsen rajta, minden műanyag gyönyörű. Há? Jó, nyilván ki van takarítva, van minden, de akkor is. Tehát ez így, ha itt lennétek, akkor ez ütne. A Gerő megtalálta a hibát rajta, ketten voltunk rajta 20 percet. Ott van egy benyomódás a kiszöböm. Egyébként semmi. Gyönyörű a kocsi, és ez nem egy ilyen sima kék, hanem ez egy gyöngyház kék szín. Gerő mutogat valamit. Ja, ott a gumin ott a fecni új. Ez hogy a fenébe tették, mert miért? Na mindegy. Jó. Ja, nem új az, Gerő. Azt szerintem csak le volt tárolva. Az a tárolásnak a cetlije. Nem, profilból nem új ez. De vicces. Vicces, aha. Hát mindegy, fékgyerek is így néz ki. Nagyon-nagyon üt az autó. Visszük. A múltkor már néztünk egy ilyen autót, csak az oldalán fetrengett. Egy Kia Soul. Ugye mondtam, hogy szeretem az ilyen kreténebb formákat. Nyilván már akinek, nekem kifejezetten tetszik ez a doboz. Gyönyörű az autó. Gyári fénnyel, 35 ezer kilométerrel. Drágább nyilván, mint az a múltkori dízel, de hát ez hibátlan. Kormányfűtéssel, tempomattal, navigációval, tolatókamerával. Tényleg nem nagyon lehet belekötni, ez egy szép autó. Lett volna még közben másik kettő út közben, de hát azok sajnos elkeltek, mire odaértünk. Eljöttünk egy kereskedésben. Egy kereskedésbe, ott a háttérben látható egy sárga Honda Jazz, azt szeretnék megvenni, fölhívtam a kereskedőt, egyeztettük a szent termint, és ideértünk, hát egy két órával ezelőtt telefonáltunk neki, szerintem persze, jöjjünk nyugodtan, nézzük meg az autót. És ideérünk, mondja a madár, hogy várjunk egy picit, mert próbakörre elvitte valaki az autót, de most ott ül benne egy család, miközben mi szeretnénk megnézni az autót, se eladják, akkor én megfélem ezt a barmot. Na mindegy. Volt közé pár magánszemély, megint. Írtam az ürgének, hogy szeretném megnézni az autóját. Lehetséges-e? Tehát tegnap délután lehetséges-e megnézni az autót? Visszajött annyi üzenetbe, hogy já, azaz igen. Az anyád, és mondta, se cím, se egy telefonszám. Írtam neki, hogy akkor legyen szíves, mondja a mobil számát és a címet, hogy hova kell menni, de azóta nem válaszoltott. Nem is értem az elképzelést, hogy mire gondol, hogy ez ilyen hülye. Na mindegy. Most ezekkel mindjárt szerintem gyorsan összefogok ezt a kereskedővel.
mert ilyen árversenyben meg ilyenekben nem fogok részt venni, ez biztos. Szerencsére sikerült megvenni az autót. Nem kellett belebonyolódni egy ilyen helyzetbe, hogy ilyen, egy ilyen árversenybe. Ott volt egy ilyen nagyon szimpatikus fiatal család két pici gyerekkel, de hát turisták voltak, nem nevők. Azt tettek, mit akarnak, még ott tökölődtek, a kereskedő még ott beszélgetett velük. Én közben bementem, hogy hát akkor valami legyen, kéne egy kulcs, akkor egy perc, mindjárt jövök. Ott álltam a kirakat előtt, hogy érezzék a törődést, hogy az én ott várok. Akkor eltelt egy 5 perc, mire előkerült egy kolléga, azt hozta a kulcsot, akkor beindítottuk az autót, megnéztük, hogy mi van. Nem szól a jeles tengelycsapágy, még semmi. Visszatol a kulcsot, na akkor beszéljünk az árról. Jó, mi az ajánlat? Megmondtam, hogy mi az ajánlat, akkor bement, hogy akkor megbeszéli a kollégáival, a főnökével. Jó, ott állok az ajtó előtt, 20 percet. Senki nem jön ki, időnként benéztem, hogy akkor érezzék a törődést, és egy perc, azt na végre utána előkerült az a srác, akivel beszéltünk a zárról, megegyeztünk, és akkor sikerült így egymás tenyerébe csapni, de hát egy fél órát eltököltünk linkre, és az a probléma, hogy most oda fogok érni még egy címre, de a következő címre, ahol viszont 3 autót akarok megvenni, oda vagy nem fogok odaérni. Úgyhogy az 3 autó mínusz lesz. Az egy autóház, akik 18 óraig vannak nyitva, tehát ezt buktuk. Megérkeztünk a következő kocsinkhoz. Ismét egy Honda Insight. Az ember mondta, hogy fú, nagyon jól néz ki a kocsi. Elmondta, mondom, hogy néz ki, fú, fasza. Nagyon jó az autó. Hát azt mondja, hogy tele van mikrokarcokkal, az egy dolog. Hát nézzük bele a belsőt, mert azt mondta, hogy belső is nagyon patent. Ki van égetve az ülése. Azt elfelejtettem mondani. Hát itt hátul jó. Csupa mocsok a kocsi. Az is dolog. De elfelejtette azt megemlíteni, a másik oldal meg van húzva. Gyere ide, Gerő! Világítsuk meg! Ja. Onnantól végig van egy húzás, tiszta karc az autó. Lámpa letörve. A lámpának a sarka le van törve. Ez egy szar. Jó, de szép ez a nappali menet, fény, gyerekek! Gyere, Gerő, egy kicsit több fényt a faszra. Ez igazi igénysiparos munka. A fényképen nem tudtuk eldönteni, hogy micsoda. Na, jaj, de szép. Legyen, nem jó fény. Igen, így, fasza, jó. Vissza a kulcsot húzzunk, mert lehet, még odaérünk a másik helyre. Levittem a kulcsot a marhának. Mondta neki, hogy figyelj már, azt mondtad, hogy az autó kívül is, belül is optikailag jó, és műszakilag is jó. Ez egy szar. És így nézte a fejébe, ilyen 30 pár éves van arab gyerek, tök mindegy egyébként, hogy most arab vagy nem, mert lehet az alatt is jó kocsi. Nincs ilyen, hogy Mohamedtől meg Alitól nem veszünk autót, ez oldali baromság. De hát ő most az volt, és így néztem rá, hogy mi van, és meg volt szeppenve a csávó. Na, te hülye. Na, megkérdeztem, hogy milyen az autó. Mondtam, hogy kereskedő vagyok. Akkor miért nem mondod el az igazat? Nem jövök ide. Na mindegy. Megdicsértem a portékért, mondtam, hogy ez egy szar. Csávó meg így nézett, mint hal a szatyorba, nem mert megszólalni. 5 perccel zárás előtt értünk oda a következő helyre. Az értékesítő nagyon normális volt, és gyorsan körbe kísért bennünket. A 3-ból 2 autót meg tudtunk nézni, ez mind a 2 moslék volt, a harmadik meg nem volt ott a telephelyen, úgyhogy 10 perc után el is jöttünk onnan.
a... Hát ahhoz képest, hogy valami hülye elhagyta a géptetőt, és milyen késés szedtünk össze az elén, ahhoz képest egész eredményesek voltunk, de hát lehetett volna ez jobb is, ez most így sikerült. A... Közben az úton sikerült vennem 250 euróért egy géptetőt, az marha jó ár, az nagyon jó ár egy sirakó géptetőért. Itthon ilyen 150-160 ezer forintért sem volt bontott. Csak utángyárt ott, úgyhogy most sikerült egy bontott jó állapotút vennem. Az fölkerül az autóra, és a következő turnére már remélhetőleg azzal a kocsival megyünk. Köszönöm, hogy velem tartottatok, gyertek a következő útra is. Szevasztok!